Sziasztok, Felán vagyok, egy újabb War Thunder Ground Forces videóval, és ezúttal a Panzert fogjuk megnézni, vagyis a Párducot, annak is a D variánsát. Ez a jelenleg elérhető legnagyobb közepes tank, mondjuk úgy a németek oldalán a War Thunderben. Ugye egyelőre csak harmadik szintű tankok vannak a bétában, és amíg a negyedik, ötödik szintű tankok nem jönnek ki, addig ez az egyik legerősebb tank, amit el tudunk érni a játékban. A Tigris meg ez között nagyon nehéz választani, hogy melyik az erősebb, a veszélyesebb. Az az igazság, hogy annak ellenére, hogy közepes tank elméletben a Panzer, valójában ez inkább egy nehéz tank. Tudom, hogy a második világháborúban inkább ilyen nehéz tankként is volt ez feltüntetve. És ez úgy is viselkedik, bár gyorsabb, mint a Tigris, de nem mozgékonyabb szerintem sokkal. Inkább csak az a lényeg, hogy nagyon nagy végsebessége van, de a pici apró manővereket ez sem csinálja gyorsabban szerintem, mint a Tigris. Inkább úgy viselkedik, mint egy ilyen hajó a tengeren, kb. Olyan, amikor irányítja az ember. A páncélzata nagyon jó szerintem. Előről, hogyha befordítjuk egy kicsit az elejét, nagyon könnyen lehet lepatintani lövéseket. A torony is jól bírja, viszont van egy nagyon komoly hátrány az, hogy nagyon könnyen ki tudják ütni a mozgató mechanizmust, illetve nagyon sokszor kiütik az ágyút, amit a Tigrisnél annyira nem tapasztaltam. Ez elég nagy hátrány, mert nagyon sokan a páncél órára lőnek gyakorlatilag, tehát rálőnek egyet az ágyúra, és az a néha egyszerűen így szétnyílik az ágyú, és vége, onnantól nem tudunk lőni, ami azért elég kellemetlen tud lenni. Viszont ha tudunk, akkor a 75 mm-es brutális, írtozatos sebességgel hagyja el a lövedék az ágyút, ami azt jelenti, hogy alig kell kompenzálni a magassági esést. Ugye itt most realisztikus csatát játszok, és ezért ez elég fontos, hogy nincs az a kis X-ecske, ami árkádban mutatja, hogy milyen magasra emeljük az ágyút. Itt ezzel alig kell foglalkozni, még nagyon nagy távolságra is félelmetesen egyenesen megy a lövedék, mint egy lézerágyú, olyan 75 mm-es. És általában ez is egy-két lövéssel kilövi az ellenséget. Talán nem egyel, mint a Tigris, inkább úgy vettem észre, inkább kettővel. Az első az teljesen szétszed benne mindent, és a második befejezi a dolgot. Tehát ennyiből a 88-as egy kicsit talán erősebb, viszont jóval kevésbé pontos nagy távolságra. Úgy vettem észre. Na, nézzük is, hogy mit fogunk itt megnézni. Három videót hoztam, igaziból egyben lesz majd a három. Az első az egy teljes csata, a másik kettő az pedig inkább egy ilyen, mindig egy-egy helyzet. Az első az inkább ilyen nagy távolságú hadviselés lesz, még a második, meg a harmadik az inkább ilyen közelharc, hogy lássuk egy kicsit, hogy működik a páncél olyan helyzetekben is. Na, lássuk is, ez az első pálya Karélia lesz. És vesítik egy pillantást arra a Tigrisre, amelyiket elmegy mellettem, szóval mindjárt rá is fogok majd nézni. Nagyon murisan van kifestve. Tiszta orosz felségjelzéssel mindennel. Egy Tigris tank érdekes, biztos, hogy ez egy ilyen elfoglalt tank kell, hogy legyen. Biztos egy orosz legénység van a német tankban. A srác egy kicsit itt lögdös engem hátulról. Jó kis botos filozófiával, de aztán végül abba hagyja. Úgyhogy el tudok menni mellette. De valami nem foglalkoztam annyira a tankjaim lefestésével, bár érdekes szempont talán, hogy itt jobban számít, mint a botban, hiszen itt igaziból a szemünkkel is fel kell fedeznünk egy tankot, tehát jobban járunk, hogyha látjuk, és ez a srác ezzel a vörös festéssel eléggé kitűnik a környezetéből, ami nem biztos, hogy előnyes, de hát ő tudja. Hát a JR2-es. Egyszer sikerült találkoznom egy ilyen tankkal, ilyen repülővel. Jött felém, és akkor már tudtam, hogy vége lesz, mert egy 1000 kilós bombát dobott le, úgyhogy kb. Tudom, ilyen 50 méterre esett le, de úgyis meghaltam, szóval vigyázzatok a JR2-esekkel. Ott egy T-85-ös ment át, de sajnos nem sikerült időben becéloznom. Maradt ott egy KV-85-ös, és úgy látom, hogy látni fogjátok megint, hogy fák teljesen takarják, de sikerült elég jól eltalálnom, sikerült kilőnünk a lövészét, illetve nem is a lövészét, hanem a töltőjét és a parancsnokát. És most valószínűleg visszament fedezőkbe, de azért ilyenkor az ember odalő még egyet-kettőt, hát ha nem lehet tudni, hogyha mégis nem látjuk az ellenfelet a fáktól, akkor akárhol lehet, úgyhogy egy-két próbalövés mindenképp megér a dolog. Látjátok, alig célzok fölé, mert annyira kicsi az esése a lövéseknek a páncélban. És megállapítom, hogy oké, srác valószínűleg valami mögött van, mert nem sikerül. Most egy kicsit kijebb jött, azt hiszem, hogy még egyszer meg fogom próbálni, hát ha valahol oda. Ez egy kicsit talán alá is ment, úgyhogy nem a legjobb. A Tigris egyébként vegyük észre, hogy megállt hátul, tehát a nagyon vagány festés ellenére a srác nem egy vagány emberke. Nem, hoppá, kb. 85-ös, hogy előtt felettem, lehetett látni, hogy elment a lövés. Úgy döntök, hogy közelebb megyek. Mert egy kemény német páncélos vagyok, és ilyen apróságok, mint hogy közel kell mennem az ellenfélhez, nem állít meg. Láttam, hogy volt ott egy ISU 100, illetve nem is szerintem egy ISU, csak egy SU 152-es, de az is épp elég egyébként, szóval brutális ágyújával. Kinézek itt, és nem látom a KV-85-ös, tehát a domb mögött van valahol ott van egy ilyen pont, amit bizonyos helyzetekben, tehát ez a pálya többféleképpen tud kinézni, ott, ahol ő áll, ott lehetett
foglalni néha, de itt most nem, most csak egy középső pont van. Ja, és ott a KV85-ös. Próbál fölfele húzni, nagyon lassan megy fölfele az ágyú. Próbál visszafele menekülni, de már késő, és azt mondom, hogy az oldalát sikerült eltalálnom, de megint csak nem nagyon láttuk, úgyhogy ilyen közben, csak úgy odalő egyet találomra, és reménykedik, hogy meg lesz. Tehát ez az első killünk. És kedves Tigrisünk most végre úgy tűnik, hogy azért nyomul már egy kicsit előrébb, de nem nagyon. És ott van az a SZUSZ-52-es. Megpróbálom azt, amit a voltban is csinálnék ilyenkor, tehát hogy oldalra kimegyek, és odahúzunk egyet, és eltaláljuk ugyan, de lepattan. Úgyhogy tudom, hogy nem áll fedezőkben. Viszont ez is jelenti, hogy én sem vagyok fedezőkben. Tehát akármikor ide húzhat egyet, boom, és látjátok, az első lövés kapásból már sérülést okozott az ágyunknak, viszont ez egy kicsit neki komolyabb sérülés volt. Lövök rá egy tüzérségi támadást. Ezt közepes tankok tudják csinálni, majd később erről azt mondom, hogy beszélek, mert elég fontos szerepe lesz a közelharcokban. Jelenleg talán csak azt érdemes észrevenni, hogy milyen gyorsan újra töltődik, ugyanis ezt nem csak egyszer használhatjuk, hanem van ott egy időzítő, tehát bizonyos idő után újra lehet. Megint sikerült eltalálnom azt a 52-es, de még mindig bírja. Azonban, hogy nem látom pontosan, ha látnám, akkor megpróbálnék az ágyúja mellé lőni. Lehet, hogy nem kéne ennyire... Oké, hát ez nagyon, nem kéne ennyire közel céloznom, úgyhogy most megvolt az a 52-es is. És ha jól tudom, akkor itt már csak így van, azt mondom, egy vagy két srác van vissza az NFL csapatából. Mert a bétában ugye nem játszanak annyian, ezért nagyon sokszor a gép azt csinálja, hogy, hogy botokat rak be a repülőkhöz. És itt láttuk, hogy volt egy-két játékos is, aki repülővel jött be az elején, de ők már azt mondom, hogy meghaltak. És a maradék emberként az már csak két tank. Az egyiket valahol ott középen látták utoljára, úgy emlékszem. És a középen van a pont, úgyhogy úgy döntöttem, hogy biztos oda megy ő is. Megpróbálom elfoglalni. És ha valaki más foglalja, akkor majd szépen hátba lőjük. Mert ez a lovagias dolog, amit tehetünk. Ott a TR-85-ös. Úgyhogy már próbálok is oda fölmenni, de ez azt is jelenti, hogy valószínűleg a társaink is meglátták a Tigris meg ott oldalt, valószínűleg jó pozícióban ahhoz, hogy rálőjön. És bum, meg is halt, és pontosan a Tigris lőtte le. Iván Jaroszláv barátunk a jó kis szovjet jelzésű Tigrisében elintézte. De ezzel még nincs teljesen vége a dolognak, mert ugye közepes tankok, azok kétszer is bejöttnek a játékba, míg a nehéz tankok egyszer realisztikusban, általában így van. Tehát ugye közepes tankkal jöttek, mint amilyen mondjuk a páncer, akkor két életetek van, míg hogyha nehéz tank, mint a Tigris, akkor csak egy. Ilyen szempontból a páncer lényegesen jobb választást tud lenni néha, mert ha elrontunk valamit, akkor még egy esélyünk van. Még a Tigrisben nincs. Úgyhogy tudom, hogy vissza fog jönni a srác, és ezért fogom magam, és szépen feljövök ide, és megpróbálok kerpelni. Kicsit talán látjuk a páncer sebességét, hogy azért tényleg nem egy őrült gyors tank. Viszont, hogyha dombnak lefele megy, majd azt is látni fogjuk nem sokára, azt hiszem, akkor félelmetesen gyors tud lenni. Így beállok ide, és arra számítok, hogy ott a szemben levő piros tankocskát, ha látjátok a térképen, akkor az az egyik pont, ahol újra tudnak éredni az ellenfelek. És arra számítottam, hogy ott lesz, de már most látom, hogy a hátam mögött van a térképen, ott a Tigrisünk szembe is ment vele. Úgyhogy elkezdek elfordulni. Látjátok, hogy leesett az erős sárvédőm. Kíváncsi vagyok, hogy mikor történt. Valószínűleg amikor az SU-152, nem is tudom, valami rám lőtt, csak nem emlékszem, hogy bücsöt. Mindenesetre, amikor eltalálta bennünket egyszer, akkor az ország leszette. Ott a TR-85-ös, és nem látom jól a fától, meg attól a... viszont lát engem, úgy tűnik. Eltalálom. Sikerült jól felmérnem a távolságot. De nem sikerült komoly sérülést okoznom neki. Vigyázni kell vele, mert nagyon jó ágyúja van. Egyébként. Nem olyan jó, mint a Panther, de azért elég jó. Ott már nem tudom pontosan hol, megpróbálok utána lőni, de úgy tűnik, hogy nem sikerült. És bár a Tigrisünk követi, ott a srác. Látjátok, hogy itt mennyire hátrányos tud lenni, mikor egy bokorot áll előttetek? Tehát ott van előttetek, nagyon, nagyon nehéz kilátni mögüle. És bár titeket is takar az ellenfelet is, tehát ez teljesen más, mint a botban. Szempontból. Kiállok ide, ez egy kicsit veszélyes, mert tényleg a TR-85-ös a saját kis 85 mm-esével kiszedhetne. Próbálom meglátni. És a térképen mindig látszik, a Tigrisünk megy utána, úgyhogy úgy döntök, hogy itt azok jó kis domboldal lemegyünk rajta, és most figyeljétek csak, milyen gyorsan megy ilyenkor a Panther lefele. Brum. Egyébként tényleg olyan ilyenkor vezetni, mint hogy egy ilyen hajó menne a tengeren körülbelül, mint hogy egy hullámokon mennénk föl le. Hogy lendületünket kihasználva fölcaflatunk a domban, és ott jön a srác. Ide is húzott egyet, de rosszul számolta ki a távolságot, hogy alám lőtt, illetve elém, ilyen szempontból, bum, telibe az oldalát.
Szinte mindent kilőttünk, amit ki lehetett lőni, így most remélem, hogy kicsit lassabban fogja lőni a következő lövését. Biztos a kedvéért, amíg betöltök, addig odahúzok egy tüzérséget, idelő, eltalálod, és ami komoly, és bum, felrobbansz. És azt hiszem, hogy ezt itt nagyjából meg is állíthatjuk. Tehát ez az első meccs, amit már akartam mutatni, kb. Ilyen egy átlag meccs a Panzerrel. Általában a legtöbb lövést azt viszonylag messziről adjuk le, hogyha jól csináljuk, és kihasználjuk azt, hogy mennyire pontos az ágyú, mennyire nem kell, annyira nem kell számolgatni. Tehát, hogyha megnézitek a T-85-ösnek a saját ágyújával, elég komoly esése van a lövedéknek egy ilyen nagy távolságon. Tehát ez nem tudom pontosan mennyi volt, de legalább 200 méterre volt tőlem. Ami azt jelenti, hogy elém lőtsz. Tehát megpróbálta eltalálni, de nem jól számolta ki, és ezért elhibázott. Ellenben nekem szinte alig kellett fölé vinnem, és bum, teli találat, minden lövés, amíg az igazából eltaláltam, amit rálőttem. Tehát ez a Panther egyik legnagyobb előnye. Meg is érkeztünk a második pályára, ez Cuban lesz, vagyis az egyik kedvenc pályám. És érdemes talán fejlődni a figyelmeteket arra, hogy mennyire jól néz ki a fű. Nem tudom, valószínűleg a videóban is nagyon jól néz ki, de a valóságban még talán annál is szuperebb. Ugyanis egy-két patch-re ezelőtt megnövelték azt a maximális távolságot, ameddig a játék ki tudja rajzolni a füvet. És ezt lehet állítani föl le, de a maximum távolságot növelték meg. És ezáltal gyakorlatilag ameddig a szem ellát, mindenhol fű van. Ez elég komoly gép kell, hogy ezt elbírja, de ahogy látjátok azért az enyém például még a videófelvétellel együtt is egész jól megbirkózik ezzel, és nagyon-nagyon jól néz ki. Tudom, hogy ilyen triviális dolognak tűnne talán ez a fű, de egyszerűen jól néz ki, és a látvány is sokat dob a dolgok. Na most ezen a pályán általában megpróbálok kimenni oldalra, ugye, és az ellenfél, hogyha megjelenik ott a B7-es pontban, akkor megpróbál általában így a pálya szélén elsviszolni, és mögén kerülni, és ezt szeretem itt megakadályozni. Legtöbb esetben ezzel próbálkozom. Lehetne más is csinálni ezen a pályán, elég nagy és sok lehetőség van, de nekem ez a mostanában a szórakozásom. Ugye ezt a kis sarkot néztem ki magamnak, hogy itt most meg fogom állítani ezt az IS-1-est, amit ott láttam. Az ugye az oroszok legnagyobb nehéz tankja, úgyhogy elég komoly ellenfél, de Panther szerintem teljesen meg tud birkózni vele, hogy az ember jól csinálja. Itt is ilyen. És nem a legjobb az ágyi süllyedésünk, mondjuk az övé sem. Kapásból nyomok rá egy tüzérségi támogatást. Ami azt jelenti, hogy vagy előre, vagy hátra el kell menekülnie, mert különben el fogja találni a tüzérség, és ez neki pálni fog. Már is kapta egy lövést, eltaláljuk a lőszer készletét, nem túl nagy sérülés. De ez azt jelenti, hogy sikerült megszerezni ezt a bombot, és most előre nyomhatok. Ezt a tüzérséget ezt lehet használni ilyen, hát ilyen terelgető módszernek gyakorlatilag. Általában nem engedi senki magát eltalálni ki, hogyha jó nehéz tankról van szó, mondjuk az IS-1 az ilyen, de általában először meg kell nyomorítani egy kicsit a tankot, hogy még sikerül leszedni a láncát, akkor például a tüzérségi támogatással nagyon jól lehet befejezni. Ajaj, itt jön a haverja, a KV-85-ös. Aki nagyon bátornak érzi magát, hogy egy Panther eszembe. Kap egyet, szinte mindent kilövök benne, szinte minden másik dolgot gyakorlatilag. Viszont látjátok megint, az első lövés kinyomta az ágyumat. A következő lövésük, hogyha eltalálja az ágyut, az valószínűleg azt jelenti, hogy többet nem fog tudni lőni. Vigyázzanak kell, szerintem lepattan. Látjuk, hogy a Panzer nagyon jól bírja az ilyesmit, és már be is töltött újra a tüzérségem, és odalövök egyet, abban reménykedve, hogy majd zavarják egymást, és nem tudnak elmenekülni. A tüzérség nagyon nem pontos, de a KV-1, muszáj neki, kb. IS-1-nek muszáj előre jönnie. Ez meg is bánja, és utána a Panzer így befejezi. Mert a KV-85-ös blokkolt az útját, ezért nem tud hátrafelé elmenekülni. Ez a 85-ös hasonló cipőben járó is muszáj ott előre jönnie, kap egyet előről, és reménykedek benne, hogy velem foglalkozik, amíg ez a Panzer 4-es szépen a hátába tud kerülni. Úgy gondolom, hogy én vagyok a veszélyesebb, de mégis az oldalába kap egyet. Na hát, ez lett volna egy kis ilyen találkozás, kis konfrontációs videó, amit meg akartam mutatni, hogy így működik a Panzer egy közelharcban. Nagyon jól le lehet pattintani vele dolgokat az elejével és a tornyával, és a tornyával az a baj, hogy tényleg az ágyút nagyon könnyen kilövik. És érdekes szempont egyébként mostanában az, hogy úgy jöttem észre, ha a közelharcra kerül sor, akkor általában szinte mindenki azonnal ez a tüzérségi támadáshoz nyúl. Nem tudom, ez mennyire jó vagy nem. Minden esetre nagyon jól lehet így terelgetni vele a tankokat. Nehéz tankokat különösen, mert egyrészt lassúak, másrészt nekik nincs ilyenjük. Tehát úgy vettem észre, csak a közepes tankok tudják használni a tüzérségi támogatást. Úgyhogy nehéz tankok ellen ez némileg kompenzálja a hátrányukat. Na nézzük is a következő meccset. A harmadik szituáció megint csak Cubanon fog megtörténni. És azt mondom, hogy elég vicces lesz, főleg a vége, de azért tanulságos is egyben. Az eleje is, meg a vége is valamilyen szinten, bár inkább vicces. Ahogy látjátok, megint itt vagyunk a pálya bal oldalán, és szemben látok egy ikont, ami mutatja nekem, hogy ott van egy TD, de most megjelent egy nehéz tank is előttem, úgyhogy már is óvatosabb vagyok. Mert egy TD és egy nehéz tank egyaránt ott van a domb mögött valahol, de most nem látom őket. Tehát valószínűleg ott balra.
Ez mögött, ez bizony nagy domb mögött helyezkednek el, és szembe velem van egy nehéz tankunk, amit most kilőtsz egy Su-85-ös lepesre. Tudom, hogy a TD Su-85-ös, a nehéz tank pedig egy KV-85-ös. Itt van pont a domb mögött. És szerintem rossz az ágyus ügyedése, hogy az enyém is, hogyha itt állunk egymásra szembe, de nem tudok rálőni. Úgyhogy, ha jól emlékszem, a kapásból igen, ezt csinálom. Megint csak a tüzérséghez nyúlok. És ilyenkor a rosszabb játékosok egyszer csak ott maradnak, és jó, szerencséje van az embernek, akkor általában telibe találja egy lövedék, és felrobbannak, de egy jobb játékos általában vagy előre, vagy hátra elmozdul. Ha előre mozdul, akkor van egy lehetőségünk arra, hogy lőjünk, hogyha hátra, akkor pedig is felülhetsz, előre nyitni egy kicsit. Tehát ez így lehet terelgetni megint csak az ellenfelet. Ott a KV-85. Próbálom a tankom elejét kitenni, de csak úgy, hogy így, ha csak az elejét lássa teljesen, és ez nagyon jól be van döntve, akkor egyszer csak lepattan róla a lövedék. Kapott egyet, de nem túl komolyat. És nagyon nem látok attól a bokortól, úgyhogy megint csak így célzatlanul tudok odalőni egyet. Megint talál, de semmi komoly igaziból. Csak a tornyát tudjuk lőni. Kimegyek. És valószínűleg rám fog tudni lőni, és boom, eltalált a tornyat. Az előbb már meg kellett lőni az elejére a tanknak, és ez nem sikerült neki. Most viszont kilőtte a tornyat, az ágyút és tüzérünket is, amit most sikerült megjavítani. Megint lövöldözünk oda-vissza, és nagyon komoly sérülés szenvedett az ágyunk. Viszont lőtte egyet, ami azt jelenti, hogy nekem van egy gyakorlatilag ingyenes lövésem rá, mert előbb töltök be, mint ő. Pum, pont az elejébe is felrobbant. Ugye ez megoldódott, de az ágyunk vörösen villog, ami általában azt jelenti, hogy még egy-két lövést bír, és utána egyszer csak szétnyílik. És onnantól kezdve nem fog tudni lőni semmit. Úgyhogy megpróbálom ezt kihasználni, mármint az egy-két lövést. Ott egy IS-1-es megy fel a dombra. Szerencsére a domb mögött van, mert én most itt kint vagyok a semmi közepén, és figyeljetek csak egy kicsit majd a minimapre, amit én nem tettem meg, amikor ez az egész történt, mert annyira el vagyok foglalva az IS-1-essel, aki ott a kijött most. Megpróbálok rá lőni, és kilőm az ágyumat. Közben megjelenik előttem a Su-85-ös. Amit én abszolút nem vettem észre, pedig a minimap látható volt, bár akkor már valószínűleg késő volt. Kérek rá egy tüzérségi támogatást, mert más igazából nem tudok tenni. Az ágyom nem működik, lepattan rólam. És sajnos elhajt onnan, és így megúszta a tüzérséget, egy lövése talált. De közben elfogadtuk a pontokat. Megint kaptam egy lövést, de semmi extra, és ő megúszta a tüzérséget teljesen. És elmegy mellettem. Követem, és most láthatjátok, hogy szét van nyílva az ágyú csövem. Ami kicsit kellemetlen. Most 3 perc, 27 másodperc múlva lesz megjavítva. A Su-85-ös meg kétségbe esetem próbál rám fordulni, de így egy helyben állva nagyon lassan fordulnak a CD-k. Kapunk egy lövést, és kilőtte az, hát kilőtte a motoromat, de ez igazából jelentéktelen, mert úgyse tudtam mozogni, viszont kilőtte a tornyat is, nem tudom mozgatni, bár ez megint csak nem számít. Még egy lövés, és csak fel se gyújtott, olyan szerencsém volt, és befoglaljuk. Így megúsztam élve, valószínűleg a következő lövés kiszedett volna. Ez láthatjuk azt, hogy mennyire jól bírja egyébként a páncer, még hátulról is kibírtam a Su-85-ös lövéseit. Ez általában szerencsés, tehát hogyha jó helyen talált volna el, és nem vagyok ilyen szerencsés, akkor valószínűleg meghalok. De azt is láthatjuk, hogy mennyire frusztráló tud lenni az, amikor kilövik az ágyunkat. Ezért aztán eddig ugyan azt mondtam, hogy a tigrist kicsit talán kevésbé szeretem, mint a páncer, de mivel annyira könnyen el lehet veszíteni az ágyat a páncerben, ez nagyon-nagyon kellemetlen tud lenni, és nagyon nehéz rá vigyázni, mert általában az első lövés pont a tornyunkra kapjuk. Ezért azt hiszem, hogy a tigris még mindig inkább favorizálom. Annak ellenére, hogy abból csak ugye egyszer lehetsz bemenni egy pályára, még a páncert, mivel közepes tank, ezért van egy halálunk, és utána újra megpróbálkozhatunk. Talán még mindig így is a tigris mellett teszem le a voksomat. Na, itt a végén még annyit szeretnék elmondani, rengetegen kérdezitek, és tudom, hogy nem mindenki nézi végig, de ide azért elmondom ezt az információt, tehát ez még mindig zárt béta, még mindig nem lehet csak úgy letölteni a játékot, tehát hiába kértek tőlem linket, teljesen felesleges, és nem fogtok tudni belépni. A belépés pedig úgy működik, hogy vagy meghívnak benneteket, ez most talán már elég valószerűtlen, vagy pedig megveszitek az egyik tankcsomagot, amiből a legolcsóbb azt mondom, hogy 20 euróba kerül, és kaptok vele aranyat, meg prémium időt a repülős részbe, és két prémium tankot, plusz a hozzáférés az árbétához. És amit még fontos elmondani, hogy ezt meg is teszitek, akkor is a beta szerver csak bizonyos időközönként van megnyitva. Ez általában délután 3 és 8 között van, hétköznap, vagy pedig éjjel 3 és
reggel 8 között, vagy valami ilyesmi, minden második napon, és hétvégén pedig mindig délután. Ezt egyébként a fórumon meg tudjátok nézni, tehát csak bizonyos időközökben tudjátok elérni a szervert. Ezért van az, hogy sokan panaszkodnak, hogy hiába vették meg, nem tudnak játszani. Jó, és ezen kívül még azt szokták nagyon sokan kérdezni, hogy együtt lesznek a repülők, illetve a tankok, igen, együtt lesznek, tehát nem kell külön accountot nyitni majd a tankos, illetve a repülős rész, ez egy játékon belül lesz mindkettő. Jó? Oké. Na, ennyit szerettem volna nagyjából megmutatni a Panzerből. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót, gondolom ezt mondanom sem kell. Sziasztok!